Köszöntök mindenkit egy Valorant tippek és trükkök videóban. Én Vongi vagyok, és ma elhoztam számotokra néhány tanácsot, amelyet a kezdőbb játékosoknak ajánlok leginkább, de bárki számára hasznos lehet. A videóban elhangzott tanácsok sorrendje nem lényeges, ezért érdemes a legvégéig megnézni. Most pedig vágjunk is bele. Az első, smoke-olj megfelelően. Mutatok egy-egy példát, hogy hogyan néz ki egy jó smoke, illetve egy rossz smoke. Ha megfigyelitek, a rossz smoke belóg, amely nem jó, ugyanis a támadó balra, illetve jobbra is tud píkelni. Még a jó smoke teljesen lefedi a bejáratot, így akárhonnan bukkan elő a támadó játékos, de sokkal hamarabb észre fogod venni, és könnyebben le tudod lőni az ellenséges játékost. Második, megfelelő píkelés. A játékban többféle píkelési módszerek vannak, én az ugrálós píkelést szoktam a legtöbbször használni, amit itt is láthattok. Soha ne píkelj ugyanott, ha látott az ellenség csapat, ugyanis már letartják és könnyebb célpont vagy számukra. Helyette próbáld meg feltartani, esetleg smoke-kal, flash-sel, vagy próbálj meg egy olyan helyre pozícionálni, ahol nem számíthatnak rád. Harmadik, a célzás nem minden. Igen, jól hallod, nem minden szituációban veszíted el a harcot, mert nem tudsz jól lőni. Természetesen ne ítélj meg rosszul, a célzás rendkívül fontos, és rengeteg alkalommal fogod megkérdezni saját magadtól, hogy nem tudtam lelőni. Próbáld meg off-angle-t választani, próbáld meglepni az ellenfeled, ne félj használni a karaktered képességét, esetleg smoke-od azt a helységet, ahol ellenfél felbukkanhat, és ülj be egy shotgunnal. Ne feledd, nem minden harc éri meg, ha tudod, refregeld a csapattársat, és semmiképpen se vételd be. Negyedik, a rossz csapattársak is lehetnek hasznosak. Gondolj bele, a csapattársad egoista módon mindig píkel, előre nyomul, próbáld meg egy-egy körben vele mozogni, flash-elj neki, ha lelövik, próbáld meg refregelni, higgadtan kérd meg, hogy ne minden körben ugyanazt a taktikát csinálja, esetleg a csapat többi tagját is kérd meg, hogy egy-egy körben segítséges a csapattársak, annak érdekében, hogy hasznos legyen. Ötödik, smoke mindig kell. Az ötödik tippem, hogy akármilyen erős játékosokkal vagy körülvéve, a smoke elengedhetetlen. Nem érdekel, hogy a top 1 radiant játékossal játszol, ha a csapatban nincs egy kontroller, nem tud semmit kezdeni, mert több helyre kell nézni a csapattársadnak, és ezzel egyértelműen kevesebb az esély, hogy a kört lehozzátok. Több helyről van lehetőség a védekezőknek, hogy meglepjen titeket. Hatodik, crosshair placement. Ahogyan az előző videóban is mondtam, a célkereszt helyezése kritikus. Alap, hogy fejmagasságban tartod a célkeresztet, ha ezt megfogadod, érzékelni fogod, hogy a nap fékére az 1v1-ei többségét megnyered. A kisebb szinten lévő játékosok nem érzékelik még, hogy ez mennyire fontos, ezért láttok ennyire sok videót az interneten, ami ezzel foglalkozik. Több tized másodpercet is veszítesz azzal, még az emberre célzol, ahelyett, hogy csak kattintanod kéne és tiéd a kill. Hetedik, ne pusholj mindig át a smoke-on. Sokszor megéri inkább várni és türelmesnek lenni, míg eltűnik a smoke, vagy szépen csendben átrotálni a másik site-ra, esetleg elfoglalni a fontosabb map részeket. Ha pedig mindenképp át szeretnéd pusholni a füstöt, mindenképpen kommunikáld le a csapattársaiddal a szándékod, és kérd meg őket, hogy flash-eljenek, derítsék fel a képességükkel a területeket, esetleg szovodát vagy skydock használatát tudom ajánlani itt. Nyolcadik, keress egy duót. A játékban a solo a legnehezebb. Ha tudsz, mindenképp keres magad mellé egy hasonló szintű játékost, akivel tudsz fejlődni. A boostolásnak nem látom értelmét, ugyanis csak saját magadat vered át, nem te éred el a jó eredményt, és ezzel nem tudsz fejlődni. Azt javaslom, hogy inkább a saját utadon fejlődj, nem szabad elsietni semmit, a gyakorlás teszi a mestert, a duódat pedig motivált, ha rosszabb pillanata van, persze ez fordítva is igaz. 9. Nem kell kerizni minden játékot. Sok embernek, köztük nekem is ez egy rossz tulajdonságom, hogy sokszor hősködni akarok, és ha nem én vagyok a tabella élén, akkor rosszul érzem magam, pedig ez a mentalitás nem minden esetben fizetődik ki. A Valorant egy csapatjáték, és arról szól, hogy a csapat nyerjen, meglepő módon. Természetesen hozzá kell tenned, hogy nyerjen a tímed, de egy-kettő rosszabb nap vagy játéktól nem szabad szomorkodnod, ez a legjobbakkal is megesik. Koncentrálj arra, hogy ebből felállj és még jobb legyél. 10. Ne spréjelj. Ez is egy rossz szokás, ugyanis a játékban kifizetődőbb a 2-3 golyókat pötyögtetni, mert a játékban van egyfajta RNG, amely annyit jelent konyha nyelven, hogy a fegyver teljesen máshogy szól minden használat után. Szokj hozzá, hogy elég 2-3 lövést kiereszteni és várni utána egy picit, főleg, hogy másokkal kevesebb a mód kapsz a Vandához és Phantomhoz. Mára ennyi tippet tudtam összehozni nektek, remélem, hogy valamennyire tudtam ezzel segíteni számotokra. Ha igen, kérlek, jutalmazzatok meg egy lájkkal, feliratkozással, és ne feledjétek, találkozunk Twitch-en, sziasztok!